nincs rá pénzünk. Nem csak erre, hanem még sok más dologra sincs pénzünk. Ha ilyen javaslatok elhangzanak, akkor célszerű azt mondani, hogy mely alapból, honnét próbáljuk biztosítani ezeket az összegeket. Ezzel együtt mi nem vitatjuk, hogy egy kultúrvárosnak a műemlékek felújítására fordítania kell. Tehát nem arról volt szó, hogy mi nem kívánjuk ezt gyakorolni, de a városnak van egy másik lehetősége. Mondjuk azt, hogy közvetett joga, különböző rendeletek és egyéb segítségével, akkor azt mondja az új tulajdonosnak, hogy ilyen állapotba kell hozni ezt a házat. És az a ház, független attól, hogy benne milyen szolgáltatások vagy munka folyik, még a város tulajdonában marad, vagy pontosabban mindenki tulajdonában majd marad, és nem az önkormányzaté lesz. És mi ezeket a közvetett eszközöket kívánjuk hasznosítani, felhasználni, és azt mondjuk, hogy inkább kerüljenek jó tulajdonosokhoz ezek a műemléképületek, akik képesek és van anyagi forrásuk arra is, hogy felújítsák, mint hogy esetleg azt mondjuk, hogy megvásárolja a város, és amúgy se tudunk többet tenni vele, ott áll üresen az épület, és nem tudjuk hasznosítani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Juhász István képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt közgyűlés, kedves képviselők, én rövid leszek. Én azt szeretném kérni az ellenzéki képviselő uraktól és hölgyektől, hogy a bizottsági előterjesztések tájékozódásából, illetve a bizottsági ülések megtartásánál próbáljunk közösen, tehát együtt, és önök is nagyobb figyelmet fordítani, hiszen reggel elhangzott az, hogy kiosztásos anyag kerül a közgyűlés elé. Ez az anyag, amiről most vitatkozunk, ez rendes körülmények között jutott be a gazdasági bizottság elé is, illetve a költségvetési bizottság elé is, és akkor, amikor az előterjesztésben az szerepel, hogy 4 igen szavazattal a gazdasági bizottság lemond az elővásárlási jogáról, akkor ez mögött az van, hogy a rendesen időben megkapott anyagok tájékozott felülvizsgálata után önök nem képviseltették magukat a gazdasági bizottság ülésén. Köszönöm szépen. Igen, de Blázi Antoni képviselő úr. Köszönöm szépen, én a gazdasági bizottságról nem tudok véleményt mondani, mert nem abban működünk. Vagy működök, de a Költségvetési Bizottságban megtettem a javaslatomat, és a Költségvetési Bizottság ülésen a 4-1-es szavazatarány az azért van, mert az ellenzéknek egy helye van abban a bizottságban, tehát ettől kezdve csak egy olyan szavazat tudott lenni, amelyik azt támogatta volna, hogy vásároljuk meg az ingatlant, vagyis éljünk az elővásárlási jogunkkal. Én továbbra is úgy gondolom, hogy érdemes ezt meggondolni és megtenni. Meg is jelöltem én egyébként a módosító indítványomba azt, hogy a jövő évi költségvetés terhére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gáspár Gabriella. Köszönöm. Juhász úrnak szeretnék reagálni, noha nem én vagyok az az érintett képviselő, aki nem volt ott a gazdasági bizottság ülésén. Azonban azt tudnia kell a kedves nézőknek is, és önöknek is, képviselőtársaim, hogy amikor egy bizottságba egy képviselő bemegy, úgymond, akkor még nem tudja, az első bizottsági üléseken derül ki, hogy mikor van az ülés. És hogyha ebben megegyezik a többség, hogy mikor jó kinek ez az időpont, akkor nem biztos, hogy a kisebbséghez fognak igazodni. Pillanatnyilag frakciónkban van egy olyan képviselő, akinek ez az időpont nem jó. Egyszerűen azért, mert más egyéb kötelezettségeit látja el, amik legalább ilyen fontosak, mint az önkormányzai. És a csere folyamatban van. Tehát csak azt szeretném mondani, hogy nem felelőtlenségből nem vett részt az ellenzék ezen a bizottsági ülésen, hanem egyszerűen akadályoztatás véget, ami folyamatban van ennek a leküzdése. És nyugodjanak meg, hogy a gazdasági tulajdonosi bizottságban szeretnénk ott lenni, és meg is teszünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy ezek a döntések ilyen értelemben a részvételünkkel zajoljanak le. Mindezzel együtt is én nem kívántam azt mondani, és nem kívánom a büdzsének a szerkezetét megkérdőjelezni, csak mindösszesen azért azt gondolom, hogy a nagyértékű belvárosi, főleg Király utcai, pécsi ingatlanokon talán kicsit mélyebben kell elgondolkodni, mint egyéb külterületi ingatlanokon. Egyébként a vételár nem olyan nagyon rossz, tehát nem biztos, hogy ez nem egy elég olcsó ár. Én nem kívánom azt mondani, hogy a közgyűlés vegye meg, mert ha nincs miből, akkor, vagy a város, mert akkor nyilván nem tudjuk megvenni. Csak felhívnám arra a figyelmet, és én az előbb is nem arra kívántam reagálni, hogy most ezt én azt szeretném eldönteni, hogy megvegyük vagy sem, hanem a műemléki ingatlanok felújításának a szükségességét próbáltam hangsúlyozni. Köszönöm. Úgy legyen, elnézést kéne.
Rette Zoltán képviselő. Kedves egészségére, polgármester úr, csak egy mondat. A Szabad Demokraták Szövetsége frakciója körülbelül azokon az elvek mentén támogatja ezt az előterjesztést, ahogy ez Bokai képviselőtársam is elmondta. Tehát jobban szeretjük, hogyha jó gazdái vannak különböző ingatlanoknak, mint sem, hogy tulajdonhalmozással vagy kötelezettségvállalás halmozással a várost, hát hogy mondjam, rossz helyzetbe hozzuk, illetve magát adott esetben azt az ingatlant is, amelyről szó van. Köszönöm szépen. További észrevétel van-e? Nincs. Határozatozatal következik. Kérdezem a közgyűlést, egyetért az elővásárlási jogról lemondással, kérem szó. Hogy ne értsünk egyet, ez a módosító, hát ezt ki fogja zárni a szavazást? Igen vagy nem? Köszönöm szépen. Kérem, szavazzanak. Megállapítom a közgyűlés 25 igen szavazattal, 10 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az elővásárlási jogról lemondott. Következő napi rendi pontunk, Lovász Ferenc és felesége részére ingatlanrész értékesítése Martinyi Ferenc utcában előterjesztő főosztályvezető úr, Jeszták Lajos úrnaktól kérdezem, van-e kiegészítése? Nincs. Kérdés észrevétel javaslat az előterjesztéssel kapcsolatosan? Nincs. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak. Megállapítom a közgyűlés 36 igen szavazattal, ellen szavazat tartózkodás nélkül az előterjesztést támogatta. Biocon Kft. Ingatlanának értékesítése, előterjesztő gazdasági bizottság. Van egy kiegészítése? Bizottsági elnök úrnak, még Gonda úrra néztem, hiába a 4 éves tapasztalat elnök. Van egy kiegészítése, elnök úr? Igen, van, öné a szó. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A szóbeli kiegészítésem arra korlátozódik, hogy miután kiosztásos anyagként került be a közgyűlés elé, ma a Biocon Kft. Ingatlan értékesítésével kapcsolatos előterjesztés. Ezért csak azokat a sarokpontokat szeretném ismertetni, melyek egy picit megvilágítják, illetve érthetőbbé teszik az előterjesztés tartalmát. A Biocon Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. Üzleti stratégiájának hosszú évek óta része a tulajdonukat képező adott és kijelölt telkek értékesítése olyan célra, mely illeszkedik a városfejlesztési koncepcióba és elképzelésekbe is, és azt is tudni kell, hogy a vételi árból befolyó összegeket, azokat a Biocon Kft. További beruházásokra és fejlesztésekre fordítja. A kiosztásos anyagnak ma nem az a jelentősége, hogy egy gyorsan, meggondolatlanul előterjesztett anyagot kaptunk kézbe, illetve juttattunk el a közgyűlés tagjaihoz, hanem pontosan azt a célt szolgálná, hogy még ebben az évben az üzleti tervben sikeresen lezárudjon egy értékesítési folyamat. Természetesen ez az értékesítési folyamat kétoldalú. Pillanatnyilag az előterjesztésben is a jelölt telekre vonatkozóan két vásárló jelentette be vásárlási szándékát. Az előterjesztés alapján egyértelműen látszik, hogy a Biocon Kft. Részére, és ezen belül pedig az önkormányzatunk részére egyértelműen a Mittakár részvénytársaság ajánlata az előnyös. Elkívánom még azt is mondani a szóbeli kiegészítésemben, hogy a Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság november 28-án ma egy rendkívüli bizottsági ülésen megtárgyalta az előterjesztést, és 4 igen szavazattal támogatta az előterjesztést,
és kérem a közgyűlést is, hogy a leírtak szerint az előterjesztést szavazza meg és támogassa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés észrevétel van az előterjesztéssel kapcsolatosan? Nincs, határozatokkal következik. Egyetérte a Biocon Kft. Ingatlanák értékesítésének jóváhagyásával a közgyűlés? Kérem szavazzanak. Megállapítom a közgyűlés 36 igen szavazott a három tartózkodás mellett. Az értékesítést jóvá hagyta Pécsi Vagyonkezelő részvénytársaságunk ingatlan értékesítése. Van-e kiegészítése a bizottság elnökének? Igen, van. Juhász képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Bizonyos dolgokban nem kívánnám ismételni magamat. A PVVRT ingatlan értékesítésével kapcsolatos előterjesztés szintén kiosztásos anyagként került a képviselőtársaim kezébe, illetve a mi kezünkbe. Szintén nem az idő gyorsasága, illetve a megfontolatlanság vezette az előterjesztést. Egy olyan lehetőség adódott, és egy olyan értékesítés-vásárlási ügyletre lehetne pontot tenni a közgyűlés jóváhagyásával, mely minden szempontból előnyös lehet. Mind a PVVRT, mind a vásárló, mind pedig az önkormányzatunk későbbi fejlesztési beruházásai elősegítése miatt. Ezek az előterjesztésben leírásra is kerültek. Annyira nem hosszú, tulajdonképpen bízom benne, hogy mindenki átnézte és tanulmányozta az előterjesztést. Szóbeli kiegészítésben egyetlen egy dolgot szeretnék csak még megjegyezni, hogy ezt az előterjesztést is a Gazdasági Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottságunk a rendkívüli bizottsági ülésen 4 igen szavazattal elfogadta, és a közgyűlésnek is javasolja elfogadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kérdés észrevétel van az előterjesztéssel kapcsolatosan? Az előző ciklusban indult az ügy, most kell lezárnunk munkahelyteremtés Pécset. Köszönöm. Nincs észrevétel ez esetben, határozathozatal következik. Kérdezem, egyetért a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztésével a közgyűlés fenti ingatlan értékesítésével? Kérem szavazzanak. Megállapítom a közgyűlés 29 igen szavazottal, egy nem szavazott mellett tartózkodás nélkül az előterjesztés 8 tartózkodás, mert ennél kicsit homályosabb a képernyő. Akkor onnan veszem az útokat. 29 igen, egy nem és 8 tartózkodás mellett a közgyűlést. Hát ez az egyetlen, ami az első, azt hiszem. Köszönöm szépen, tehát a szerződés jóvá hagyta. Tisztelt közgyűlés, rendes napi rendi pontjaink végére értünk. Mielőtt az átülésünket megkezdenénk, két kérdés feltételére kerül sor. Első kérdést ERP képviselő úr kívánja feltenni a polgármesterhez. Tisztelt elnök úr, képviselőtársaim! Közeledik a karácsony, és mint tudjuk, a családok költségvetését a karácsony igencsak megterheli, és szokás ilyenkor, hogy cégek, különböző intézmények 13. havi fizetést adnak dolgozóiknak, alkalmazottaiaknak. Kérdésem lenne Toller László polgármester úrhoz, ugyanis információim szerint a Pécsvárosban dolgozó pedagógusok a 13. havi illetményüket januárban szokták megkapni. Kérdésem a következő. Polgármester úr, lehetséges-e, hogy a pedagógusok 13. havi fizetésüket karácsony előtt készhez kapják? És hogyha nem lehetséges, akkor ennek mi az oka? Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, az elmúlt évben előre leosztotta a kormány a 13. havi bérnek a fedezetét. Az 50%-os bérelmény úgy gondolom, hogy belefér még egy jó karácsonyi ajándékba, azért erről ne feledkezzünk meg, és januárban pedig kifizetjük a 13. havi kedvezményt, mert ezértben nem kapjuk meg ezt a kormányzati előleget, hiszen a bér kifizetés szintjén, hát úgy gondolom, hogy ez 50%-os emelés a költségvetésnek olyan terhet okozott, ami alapján nincs arra mód, hogy 13. hónapban, az egész országban, mert ez csak akkor értelmes, hogy az egész országban mindenki egységesen megkapja, biztosítani tudjuk ezt a forrást. Nincs válaszra lehetősége, képviselő, sajnálom. Ez a hiteles tájékoztatás, tehát nem, de januárban, ahogy módban rá, azonnal kifizetjük a 13. havi bért, ami ugye már október előtthez képest 50%-kal növelt tartalommal kerül kifizetésre, ugyanúgy, mint a november és a december is. Molnárné Garai Edit képviselőasszony kérdést kíván feltenni a polgármesterhez a budai vámnál történő kereskedelmi beruházás tárgyában. Jelezném, hogy Gonda Tibor alpolgármester úr még többet tud erről a történetről, úgyhogy nagyon hiteles és ezzel választ kap képviselőasszonytól. Öni a szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Mint a keleti városrészben lakó képviselők kérdezném, tehát hogy a budai vámnál milyen bevásárlóközpont kerül felépítésre, mikor várható a beruházás elkezdése, és milyen társadalmi réteget céloz meg. Ezt azért kérdezem, mert a hétfő esti fórumon volt egy ilyen kérdés a tévében, és ott megütötte a fülemet az, hogy ön azt mondta, hogy az ott lakóknak megfelelő. Na most mit értett ez alatt, hogy az ott lakóknak megfelelő, mert én ezt egy kicsit a negatív értelemben értelmeztem, lehet, hogy érzékeny vagyok, és ezért, hogyha esetleg meg is lehetne nevezni a magát az áruháznak a nevét is, ha lehet. Köszönöm szépen. Hát, hogyha ön nézem, akkor teljesen természetesen csak a high-tech lehet a cél, de ennél bőven választod erre Gonda Tibor alpolgármester. Köszönöm a szót. Tisztelt közgyűlés, mielőtt a válasz a konkrét kérdésekre irányulna, szeretném elmondani, hogy az elmúlt évben a budai vám környékén több fejlesztési folyamat is megfigyelhető volt. Nyilván ez reagálás azokra a képviselő igényekre, akik azt szerették volna, hogy a Pécs keleti város részében is több minden történjen. Így bizonyára képviselőasszony is észlelte, hogy a Pécsi Tömegközlekedési Részvénytársasággal a Városi Önkormányzat finanszírozásában a buszdecentrum megújult, kulturált tömegközlekedés feltételeit megteremtettük. Ezzel átelembe a 6-os főút bevezető szakaszánál jelenleg zajlik, és talán a napokban fejeződik be a Komlóit felé a lekanyarodósáv építése. Valószínűsíthető, hogy ezen a sarkon is egy kereskedő szolgáltatóház építésére fog sor kerülni, hiszen a lakófunkció a környezeti, elsősorban a hang terheltség miatt nem valósítható meg. Ebben az ügyben Kukai bizottság elnöktársammal, a PVVRT vezetőinél konzultáltunk és kértük, hogy a város bevezető szakasza az méltó épület kerüljön ott megvalósításra. És akkor rátérnék a konkrét kérdésre. A kereskedelmi fejlesztési koncepción 2-3 évvel ezelőtt kimutatta, hogy a keleti városrész kereskedelmi fejlettsége alacsonyabb, mint a déli és a nyugati városrész. Ezért azóta az illetékes alpolgármesterek és magam is, mint bizottsági elnök, minden potenciális beruházót arra ösztönöztem, hogy a keleti városrészben próbáljon kereskedelmi fejlesztést megvalósítani. Sajnos mindez ideig hiába. Alá tudom támasztani, hogy a körzet korábbi képviselői és jelenlegi képviselői is folyamatosan kérik a városvezetést több konkrét ügynek a megvalósításába. Az egyik ilyen kezdeményezés volt Raj képviselőtársam, aki piacot szeretett volna a városrészben megvalósítani, de a kereskedelemfejlesztési koncepció is kimutatta, hogy igénylik a lakosság jelentős része igényli, hogy egy nagy választékú és kedvező áru élelmiszer áruház abba a városrészben is megvalósuljon. A budai vám buszpályaudvar mögötti részénél ezért mi ezt a célt próbáltuk, mint beruházási cél megvalósítani, és kétszer meghirdette az előző ciklus végén a gazdasági bizottság, de sajnos eredménytelenül zárult ez az értékesítési kezdeményezés. Ezt követően a bizottságunk egy pécsi székhelyű ingatlanforgalmazó céget, hangsúlyozni szeretném, térítési díj nélkül megbízta, hogy próbáljon fölhajtani olyan ingatlanfejlesztőt,
amely ezt a célt megvalósítani képes. Örömmel tájékoztathatom a képviselő asszonyt, hogy úgy tűnik, hogy van egy potenciális érdeklődő, de hangsúlyozom, még csak az érdeklődés szakaszában tartunk, illetve ennél egy kicsit előrébb, hiszen a városépítészettel folyamatos egyeztetés történik a tekintetben, hogy a közúti kapcsolatok, a rendezési terv és az egyéb szükséges paramétereknek megfelelő legyen ez a beruházás. Amire a polgármester úr utalhatott, hogy milyen társadalmi rétegeket érintett, az valószínű az az igény, amelynek a képviselő urak a körzetbe többször hangot adtak, hogy ne egy nagy klasszikus értelmvelt multi érkezzen oda, aki a saját arcolatát erőlteti rá a városrésze, hanem a helyi igények kielégítését is szolgáló kisáruházak is jelenjenek meg a bevásárló központban, és mi ezt a tárgyalás során alapfeltételként szabtuk meg, tehát hogy egyrészt valósul meg egy korszerű fedett piac, egy vásárcsarnokot is vásárcsarnoknak is nevezhetem, de ne a központi nagy vásárcsarnokot képzeljék, hiszen méreteinél fogva akkorára nincs ott szükség, és ezen kívül legyenek azok a szakáruházak, amelyre a lakóterület igényeinek szüksége van. A tervek szerint 4-5 ilyen kisáruház jelenne meg. Zárójelben jegyzem meg, apróságnak tűnik, hogy például a busz pályaudvar korszerűsítésénél már tekintette voltunk arra, hogy a kultúrát WC-t is ebbe a bevásárló központban a piaccal együtt valósítanánk meg, tehát nem terhetjük a buszpályaudvar beruházását ezzel a több tízmilliós összeggel. Szurkolok azért, hogy ez a befektető az érdeklődését fenntartsa, a következő egyeztetés éppen hétfőn lesz. Az, hogy ki és konkrétan mit akar, én úgy gondolom az üzleti titok tárgyát képezi a széles nyilvánosság előtt, de természetesen valamennyi képviselőnek lehetőség van bepillantást nyerni, hogy hogy állnak ezek a tárgyalások, úgyhogy képviselőasszony részére szívesen állok rendelkezésre. Akár megmutathatjuk azokat a skicceket, amelyek már tervázat szintjén tartalmazzák, hogy milyen beruházást próbálnak megvalósítani, de természetesen, ha ez már a konkrét döntés fázisába kerül, akkor valamennyi illetékes szakbizottság meg fogja tárgyalni, és a közgyűlés elé fog kerülni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen a választ. Dévény képviselő ajánlom figyelmébe az SMS-t, ehhez a napi rendhez nincsen hozzászólás. Viszont válasz, kiegészíteni se lehet. Nagy a baj. Tisztelt képviselőtársam, nyilvános ülésünk végére értünk. Én nagyon szeretném kérni a televíziót, hogy ha lehet, csak szereljen le egy pillanatra, hogy kapcsolják ki a készülékeket. Én úgy gondolom, hogy nagyon rövid időn belül be tudjuk fejezni a zárt ülésünket. Ennek jegyében búcsúzom a Városi Televízió nézőitől, a pécsiektől, és kellemes délutánt, és akik szombaton ismét is verézik műsorunkat, kellemes hétvégét még kívánok. A képviselőtestület most befejezte nyílt ülését. A városhagyák ma mintegy 20 napi rendi pontról határoztak. Elsőként a részönkormányzati választások, a kisebbségi önkormányzatok működése és az önkormányzat új tanácsnokainak megválasztása miatt. A testület módosította az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát, annak ellenére, hogy az ellenzék kifogásolta a tanácsnoki rendszer működtetését. A városhagyák ezt követően a közigazgatási hivatal törvényességi észrevételeinek részben megfelelően módosították a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletet. A testület megválasztotta az önkormányzati érdekegyeztető tanács tagjait, valamint a közgyűlés állandó bizottságai mellett működő szakértőket. A Pécsi Fürdő Kft. Ezévi működési költségeinek fedezetéül szolgáló hitelfelvételi kérelmét elfogadta a testület, amely határozott a Pécsi tömegközlekedési RT alaptőkéjének emeléséről is. A képviselők haszonkölcsönbe adták a Hajnóci Kollégium éttermét a Pécsi Termelőiskolának, és döntöttek az önkormányzati tűzoltóság jövő évi teljesítmény követelményeiről is. A közgyűlés most zárt üléssel folytatja munkáját, így közvetítésünket befejezzük. Felhívom figyelmüket arra, hogy a képviselőtestületi ülését 30-án szombaton délelőtt 9 órai kezdettel teljes egészében megismételjük. Munkatársaim nevében most köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!